A tiszteletel és szeretettel köszöntöm az én kedves nézőimet. Egy kérdést kaptam, amire szeretnék válaszolni. Maga a kérdés így szól, hogy honnan vett magának feleséget Káin, amikor Ábel meggyilkolása miatt Isten elűzte magától? Hogy kezdjem azzal, hogy ezt a kérdést általában két csoport szokta föltenni. Egyrészt azok az emberek, akik nem hisznek abban, hogy a Biblia Isten szava, és úgy érzik, hogy hívő barátaikat megingathatják, vagy legalábbis csapdába csalhatják egy ilyen úgymond nehéz kérdéssel. És természetesen azok a hívő emberek is szívesen fölteszik ezt a kérdést, akik barátaikkal beszélgetve szembesülnek vele, és szembesülnek a válaszadásnak a kötelezettségével, vagy a kihívásával. Hagy mondjam el rögtön az elején azt, hogy ez a kérdés korán sem olyan nehéz, mint amilyen nehéznek tűnik. Azért nem olyan nehéz, mint amilyen nehéznek tűnik, mert a kérdezők Nyilvánvalóan a mai szokásokból és a mai törvényekből indulnak ki, ami tiltja a vérfertőzést, tehát a közeli családtagok közötti házasságkötést. Azonban, ha a Bibliát megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ilyen törvény, ami tiltotta ezt a fajta magatartást, először a sínai hegyi törvényadás után ennek a törvényadásnak a keretében fogalmazódott meg. Mózes törvényei előtt nem ismerünk ilyen törvényt, és ebből kifolyólag természetes volt, teljesen természetes volt az, hogy különösen az első generáció életében, hogy Ábelnek, eh, Ádámnak és Évának a leszármazottai, a fiú Ági leszármazottjai lánytestvérei közül választottak maguknak feleséget. Tulajdonképpen azt olvassuk Mózes 5. könyv, most az első könyv 5. fejezetének a negyedik versében, hogy Ádám 930 esztendeig élt, és ez alatt nemzet fiakat és leányokat. Hát nem tudjuk pontosan, hogy milyen gyakran születtek gyermekeik, de ennyi év alatt nyilvánvalóan több száz fiú és lány született Ádámnak és Évának. Bőven voltak tehát lánytestvérek, akik közül a fiúk feleségeket választhattak, volna, választottak maguknak. Ha tovább lépek ebben a dologban, nagyon érdekes, hogy ez a gyakorlat egyébként megismétlődött többször is a pátriárkáknak a történetében. Gondoljunk mindjárt Noé családjára. Noé családja esetében arról olvasunk, hogy Noé és az ő fiai, menyei, leányai, vejei, vonultak a bárkába, tehát egy szűk család. És az özönvíz után újra be kellett népesíteni a földet. Tehát elengedhetetlen és elkerülhetetlen dolog volt az, hogy testvérek vagy unokatestvérek kössenek házasságot, hogy a föld benépesítése megvalósulhasson. Aztán a harmadik ilyen eset a bibliai őstörténetben Lótnak és leányainak az esete. Ez az eset arról szól, hogy amikor Sodoma és Gomora elpusztult, akkor Lót és leányai e, abban a tudatban voltak, hogy egyedül ők maradtak életben, tehát az ő kötelességük megmenteni az emberiséget és újra benépesíteni a Földet. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy kain esetek korán sem egy izolált eset. Az őstörténetben többször találkozunk olyan helyzetekkel, amikor az alapvető teremtési parancs, hogy népesítsétek be a földet és uralkodjatok fölötte, felülírta az adott körülmények között a vérfertőzésnek a kihívását. De ha a pátriárkák korába lépünk, még ott is találkozunk azzal a jelenséggel, hogy Ábrahám felesége Sára valójában az ő féltestvére volt. Tehát testvére is, féltestvére és felesége. Úgyhogy egyáltalán nem egy szokatlan jelenségről van itt szó. Ha tovább lépek, azonban azt is el kell mondani, hogy a Biblia nem azt mondja a kérdéses szakaszban, hogy Káin feleségül vett, keresett magának feleséget, hanem arról olvasunk, hogy Káin, amikor elmenekült az úr színe előtt, akkor az ő feleségével együtt állt, és fia született Énók néven, és ennek a fiúnak épített egy várost, amit róla nevezett el. A történetnek az a furcsasága, hogy tulajdonképpen Káin két szempontból is áthágta az Isten törvényeit ebben a dologban, ebben a dologban hágta át igazán, és kifejezte az ő bizatlan, bizalmatlanságát Istennel szemben. Először is Isten azt mondta neki, hogy meg fogja védeni. Pecsétet, bélyeget helyezett réá, és védelme alá vonta. Kain azonban nem bízott ebben a védelemben, ezért erődített várost épített magának. A második dolog az, hogy ezt az erődített várost, a bibliai szó azt jelent, hogy fölszentelte de nem Istennek szentelte, hanem az ő fiának szentelte. Tehát Kain makacsul és következetesen tovább halott az Isten elleni lázadásnak, az Istennel szembeni hitetlenségnek az útján. Ez a bizonyos szakasz, ahol a feleségével kapcsolatos kérdés fölmerül, ez a bizonyos szakasz a Kaini, ágnak a nemzetség táblázata, és azt olvassuk, hogy Kain magvetése, meg is teremte a maga gyümölcsét, néhány nemzedékkel később Lámek már bevezette a több neűséget, sőt, határozottan vállalta azt, hogy erőszakos bűnöző lesz, azt mondta a feleségeinek, embert ölök, ha megsebez gyermeket is, ha megüt. Azt látjuk tehát, hogy Kain útja valóban a zűlésnek, az, az Istentől való eltávolodásnak az útja volt, ami egyenesen elvezette az emberiséget az özönvízhez, amikor Isten megbánta, hogy megteremtette az emberi családot, és ahogy már említettem, Noé családján keresztül új nemzedékkel próbálta. Benépesíteni a Földet. Ennek a szakasznak tehát van üzenete, de nem az az üzenete, hogy Káin honnan vett feleséget, hanem az az üzenete, hogy a bűn hatása alatt hogyan fejlődött az emberiség, és Isten hogyan küzdött azért, hogy a fejlődésnek ezt az irányát megtörje és visszafordítsa. Isten türelmét, Isten kegyelmét látjuk tehát ebben a szakaszban. És én azért imádkozom, hogy ezt az isteni kegyelmet és türelmet ismerjük föl a mi világunkban és a mi körülményeink között is, Isten szeretete által.